Köszöntöm az Egyetem TV Választár című műsorának nézőit. Györgyei János vagyok, növénybiológus. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozom most már majdnem 40 éve, és növényeknek, a növényi géneknek a klónozásával, illetve növényeknek a regenerálásával foglalkozom, ami szintúgy a klónozás egy másik kategóriájába tartozik. Kaptam 10 kérdést, hogy próbáljak egy kis rendet vágni a klónozás fogalma körül. Első kérdésem. Mi a klón? Nos, a klón az eredetivel genetikailag megegyező élőlény általában. Lehet két klón nagyjából egykorú is, lehet keletkezhetnek egymás után is, különböző korúak lehetnek azok a klónok, de a lényeg az, hogy a klónok genetikailag egymással teljes mértékben megegyeznek. Természetes körülmények között köreinkben is előfordulnak klónok, úgy hívjuk őket, hogy egypetélyű ikrek. Növények esetében is előfordulnak természetes módon is klónok, ezek például a növényeknek a különböző sarjai, amik mondjuk egy eper esetében a földi eper hozza az indáját, és az indájáról legyökerezik egy újabb növény, egy-két arasszal odébb, aztán jön a következő, és így sorba az inda, ahogy leér a földre, minden helyen egy-egy új klón keletkezik belőle, egy új növény, ami amíg az inda él, addig összeköttetésben van az eredeti növénnyel, de ha elvágjuk, ha megszakad a kapcsolat, egy önálló növényként él tovább, úgy, hogy a genetikai állománya megegyezik az eredetiével. Ezek különböző természetes klónok, de mi emberek képesek vagyunk arra, hogy klónozást végezzünk, azaz saját beavatkozásunkkal, mint egy mesterségesen hozzunk létre klónokat. Második kérdésem. A klónozás hátrányai és előnyei. Nos, ha belegondolunk abba, hogy a klón az mindig egy genetikailag megegyező, az ivaros szaporodást, mint egy kikerülő szaporítási módja az adott élőlénynek, ebből következnek az előnye is, és a hátrányai is. A hátránya az, hogy a genetikai anyag nem kombinálódik újra, és nem következik be egy szelekciós lépés, aminek következtében mindig a legfittebb, legegészségesebb példányok maradnak meg, szaporodnak el. Viszont ez jelenti egyben az előnyét is, nevezetesen a klón az hordozza az összes olyan előnyös tulajdonságát annak a növénynek, ez a gyakoribb, vagy esetleg állatnak is, hogyha állati klónokról van szó, hordozza az eredeti élőlénynek az összes jó tulajdonságát is, közte azokat a különleges tulajdonságait, ami miatt mondjuk egy állat esetében érdemes a klónozást elvégezni. Harmadik kérdés. Hol tart ma a klónozás? Van-e jövője? Nos, sokat klónozunk rendszeresen, és bármilyen élőlényre ki tudnánk dolgozni a klónozás módszerét, ha akarnánk, ha erre szükség lenne. Nyilván a növények esetében teljesen általános és rendszeres napi gyakorlat a klónozás. Az állatok esetében elsősorban kutatási célból végeznek állatklónozásokat, olyan különleges állategyedeket igyekeznek felszaporítani, illetve fenntartani, amik ivarosan, tehát a természetes ivaros szaporodásával az adott állatnak ez nem lenne megvalósítható.
Természetesen van jövője is, sőt, komoly múltja. Növények esetében például maga az oltás szemzéssel való szaporítása a gyümölcsfáinknak. Az egyfajta klónozás. Egyszer valaki megtalál, vagy keresztezéssel létrehoz, kiszelektál egy darab nagyon szép és jó ízű termést adó bőtermő almafát, és onnantól kezdve azt újfajtaként oltással vagy szemzéssel elszaporítja, és aztán utána a világban 100 000 hektár számra ültetik és termesztik azt a gyümölcsfajtát. Tehát ez már tényleg nagyon régi hagyomány, oltani már a rómaiak is tudtak. Tehát 2000 éve kezdtük, az utóbbi pár száz évben pedig szinte kizárólag klón gyümölcsöseink vannak, amiben a legújabb, legmodernebb, valamilyen szempontból legjobbnak tartott, betegségnek jól ellenálló, stb. Fajtákat klónként szaporítjuk. Ugyanakkor növények esetében a klónozásnak egy másik módja is megjelent, ez a mikroszaporítás. Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy emlékezzek arra, gyermekkoromban milyen különleges dolog volt hozzájutni egy orchideához. Egy lepke orchideához, a Phalaenopsishoz mondjuk. Milyen különlegességnek számított az, nagyon drága növény volt, és akinek volt, az kincsként tekintett rá. Manapság ne emlegessek egyetlen egy áruházláncot sem, bemegyünk, és akkor a két kifli meg a joghurt mellé behajítunk a kosárba még egy orchideát is, mert megtetszett a virága. Annyira közönséges dolog lett a növények mikroszaporítása, és olyan jól kidolgozott módszer, és erre épülő iparág a növényi mikroszaporítás, aminek során a növényeket szövettenyészetbe visszük be, szaporítjuk a sejtjeiket, és ezekből a sejtekből hozzuk utána vissza, regeneráljuk vissza a növényeket, és ilyen alapon orchideát, szegfűt, gerberát, rózsát és az ég egyatta világon mindenféle dísznövényt szaporítunk mikroszaporítással, és vált hozzáférhetővé számunkra olyan növény is, amit egyébként magról vagy dugványról, ami szintén klónozás, a dugványozás, nem tudnánk szaporítani. Állatok esetében is van jövője a klónozásnak, ahogy említettem, vannak olyan különleges állatpéldányok, amiket gyógyászati célból hoznak létre, mondjuk az adott állat a tejében valami gyógyászati hatóanyagot termel, állít elő, ezek ugye olyan génmódosított állatok, amik bizonyos speciális fehérjéket, anyagokat termelnek, például mondjuk egy gyógyászatra használandó emberi fehérjét termel egy birkának vagy egy szarvasmarhának a tejében az állat, megtermeli az emberi fehérjét, és aztán utána azt a tejből ki tudjuk vonni és gyógyszerként használni. Ezeket az állatokat egyszer megcsinálták, nem kockáztatják azt, hogy ivaros szaporodás során vagy sikerül továbbvinni a tulajdonságot, vagy nem, hanem ezeket az állatokat érdemes klónozni. A köztudatban a klónozott állatok közül talán Dolly a legismertebb, de az érdekes, hogy nem Dolly a bárány volt az első, hiszen úgynevezett embrionális klónozással, tehát nagyon korai stádiumú embriók darabolásával mesterségesen ilyen egypetélyű ikreket, klónokat már csináltak korábban is. De Dolly volt az első olyan emlős állat, amelyiknél meg tudták oldani azt, hogy a kiindulási, a donor állat egyetlen testi sejtjének a sejtmagját tudták továbbvinni egy petesejtbe, és így testi sejt klónozással tudtak létrehozni egy új élőlényt. Negyedik kérdésem, mi a klónozás általános célja? Hát a klónozásnak az általános célja az, ami a definíció szerinti lényege is, hogy olyan
utód élőlényekhez, akár fiatalabb élőlényhez, ami tovább él, mondjuk egy előregedő állat esetében, legyen egy fiatal élőlényünk, amelyik él tovább és fennmarad az a speciális genetikai vonal, amit létre tudtunk hozni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy a klónozással rövid idő alatt nagy mennyiséget, nagy számban tudunk előállítani utód élőlényeket, amik esetleg ivaros szaporodással nem is lennének megoldhatók. Ötödik kérdésem, milyen növényeket és állatokat klónoztak eddig? Növények esetében nem tudom felsorolni, nem tudom megmondani. Több száz növényfajból léteznek klónjaink. Gyakorlatilag az összes szokványos gyümölcsfajunk az klón, amit valamilyen ilyen klónozási, viszonylag hagyományos klónozási módszerrel szaporítunk, de vegyük észre, hogy például a banán, vagy a batáta, vagy a burgonya is ilyen ivartalan szaporítással, ami természetes, vagy a természetesen csak egy kicsit módosított klónozás, amivel ezeket a fontos növényeket szaporítjuk. Fontos élelmiszer növényeinket, terményeinket szaporítjuk. Állatok esetében klónoztak már halakat, elsősorban kísérleti célból, például a zebra dánió az egy nagyon fontos modell állata a halak között, és természetesen kísérleti célból békákat, egereket is klónoztak, ugye említettem már a dollit, a birkát, de ezen kívül kecskét, szarvasmarhát, sertést, lovat, szamarat is klónoztak már. Úgyhogy tulajdonképpen a fontos házi állataink esetében, ahol felmerül az értelmes ilyenfajta hasznosításnak a lehetősége, ott megoldották a klónozást. Zárójelben jegyzem meg, hogy genetikai, élettani szempontból nem térünk el mi olyan nagyon ezektől az előbb emlegetett emlős állatoktól, tehát technikailag megoldható lenne akár az ember klónozás is. Etikai, erkölcsi megfontolásból alapvetően tilos. Tehát emberek esetében, hogyha bármilyen kutatási célból is mondjuk mesterséges megtermékenyítés során feleslegesen megmaradt, megtermékenyített embriók vannak a kutatók kezében, abból nagyon-nagyon szigorú megszorításokkal őssejtvonalakat, amik szintén ilyen klónozott csíravonalak, azokat állíthatnak elő, végezhetnek rajta kutatásokat, de szó sem lehet arról, hogy emberi klónokat próbáljanak előállítani netán belőlük. A hatodik kérdésem az, hogy mi a különbség a természetes és a mesterséges klónozás között? Hát, hogyha egy kicsit profán választ szeretnék adni, akkor a kettő között az a különbség, hogy az egyik van, a másik meg nincs. Tudnilik, maga a klónozás, mint fogalom, az magában foglalja azt, hogy azt mi emberi beavatkozásként tesszük. Tehát sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy a klónozás, mint olyan, az egy mesterséges, ember által végzett folyamat, míg a másikat sokkal inkább természetes klón keletkezésnek mondanám. Ez az, amit úgy hívunk, hogy ivartalan szaporodás. Tehát ami természetes, az a klónoknak a keletkezése az, hogy a burgonya gumót nevel, az, hogy a földi eper vagy az erdei szamóca indákkal szaporodik, az, hogy a málna a gyökeréről sarjakat hoz, az természetes klón keletkezés, és nem pedig természetes klónozás. Míg a másikat, a klónozást, ami mesterséges, az tényleg valamilyen természetes folyamat
felismerésével és módosításával mesterségesen végezzük. A legegyszerűbb klónozás az az, amikor levágunk egy fűszfaveszőt, ledugjuk a földbe, kigyökerezik és lesz belőle egy új fűszfa. Az is klónozás. És természetesen az is klónozás, csak egy sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb és sokkal fiatalabb ember alkotta módszer, amikor Dolly bárányt és társait, tehát az emlős klónokat hozzuk létre. Következő kérdésem a hetedik. Mit jelent a molekuláris klónozás? A molekuláris klónozásnak a története egy jó 50 évre nyúlik vissza. Az 1970-es évektől beszélhetünk molekuláris klónozásról, amikor nem az élőlényt klónozzuk, hanem az adott élőlény genetikai állományából egy DNS szakaszt, egy DNS darabot, többnyire egy vagy néhány gént kiemelünk, és ennek a DNS szakasznak készítjük el a klónjait, tehát újabb DNS molekulákat, a környezetéből, a természetes helyéről, az élőlényből kiemelve az adott gént, illetve DNS szakaszt, valamilyen más élőlényben, valamilyen molekuláris biológiai eszközünkben, plazmidban, vírus genomba beépítve, de fel tudjuk szaporítani, változtatni tudunk rajta, módosítani tudunk rajta. Ha arról van szó, akkor vissza tudjuk vinni ugyanabba az élőlénybe, vagy egy másik élőlénybe a módosított formájában, és ilyen módokon tulajdonképpen az adott génnek a fontos tulajdonságait tudjuk meghatározni, a szerepét tudjuk tanulmányozni, és ki tudjuk deríteni, hogy az adott DNS szakasz az miért van az adott élőlény genomjában, milyen fehérjét kódol, milyen gén, mi a funkciója. Tehát a molekuláris klónozás, hát lehet azt mondani, hogy kicsit fából vaskarika elnevezés, de ettől függetlenül elterjedt a köztudatban a DNS daraboknak a szaporítás, felszaporítása, illetve a DNS szakaszokból az eredetivel megegyező másodpéldányok sokaságának az elkészítése. Ez a molekuláris klónozás, és természetesen ezen a molekuláris klónozáson alapul az, hogy genetikailag módosított élőlényeket vírusoktól kezdve a növényeken át az emlősökig genetikailag módosított élőlényeket is tudunk, vagy géntechnológiával módosított élőlényeket is tudunk létrehozni. A nyolcadik kérdésem úgy szól, hogy a növények, állatok klónozása milyen új lehetőségeket adott az emberiségnek? Hát, amint már egy fél szóval említettem, a klónozás olyan eszköz, amivel lehetőségünk van arra, hogy sokkal gyorsabban elszaporítsunk egy adott élőlényt, mintha ivarosan próbálnánk szaporítani. Maradjunk a klónozásnak egy hagyományos formájánál, mondjuk a gyümölcsfáknál. Ha egy nemesítő egy keresztezéssel létrehoz egy új almafajtát, akkor ugye probléma lenne abból, hogy ebből az új almafajtából hogy tudna ugyanolyanokat előállítani. Nem kell magokból kiindulva újra szelektálgatni, hogy a magokból kinövő gyümölcsök közül vajon melyik gyümölcsfák közül melyik lesz az, amelyik hasonlít az eredetihez, hanem ha egyszer van egy darab olyan gyümölcsfánk, amelyik a kívánatos tulajdonságokkal rendelkezik és érdemes elszaporítani, akkor annak az ágai levagdosásával és a szemzésével vagy oltásával egy-két éven belül több ezer példányt, vagy több tízezer példányt tudunk előállítani belőle. És ugyanis igaz a mikroszaporított növényekre is, ott ráadásul még azt sem kell megvárnunk, hogy egy felnőtt nagy növény legyen belőle, hanem a növénynek egy icipici darabjából szövettenyészetet készítve, a szövettenyészetben néhány hónap alatt millió számra keletkező sejteket tudunk előállítani,
és utána ezekből a sejtekből 10.000-100.000 számra tudjuk előállítani az egy eredetivel megegyező mikroszaporított klón növényeket. Ráadásul ezeknél a mikroszaporított növényeknél az az előny is megvan, hogy miután steril laboratóriumi körülmények között végeztük a szaporítást, illetve hát végezték a szaporítást a mikroszaporító laboratóriumokban, ezért nincs olyan kockázat, hogy közben bármilyen betegséget elkapott volna a növény, bármilyen vírusfertőzést kapott volna a növény, így vírusmentes, garantált minőségű és garantált tulajdonságú mikroszaporított növényanyagot kapunk, amit aztán utána ki lehet ültetni a gyümölcsösök telepítésére, banánültetvényekre, vagy bármi hasonlóra, vagy éppen az üvegházban valamilyen dísznövényt fölnevelni belőle. A kilencedik kérdés úgy szól, fogyaszthatunk-e klónozott növényeket? Igaz-e, hogy a legtöbb növény már klónozással szaporított? Nos, természetesen nem csak fogyaszthatunk, fogyasztunk is bőséggel klónozott növényeket, teljesen természetes. A gyümölcseink esetében, a burgonya, a batáta, a banán esetében, hogy ezeket klónokként szaporítjuk és ezt fogyasztjuk. Ugyanakkor azt nem mondhatjuk, hogy a legtöbb növényünk az már klónozott. Nagyon sok olyan nagyon fontos, alapvető szántóföldi növényünk van, búza, árpa, kukorica, rizs, amiket mind a mai napig magról vetünk, tehát minden évben új generációnak a magját vetjük el, hogy az most egy beltenyésztett fajta, vagy éppen egy nagy termőképességű hibrid, az már más kérdés, de ott nem klónokkal dolgozik a mezőgazdaság, hanem ivaros szaporodással szaporított és ivaros szaporodással fenntartott növények magjait vetjük el vetőmagként. Utolsó, azaz tizedik kérdésem, mely mindennapi növény, zöldség, gyümölcsöt klónozzák a legtöbbször? Miben javítja a klónozás a növényeket? Amit az előbb megpendítettem már, az például az, hogy ha létrehozunk egy vírusmentes növényvonalat, ha azt mikroszaporított klónokként tartjuk fent, akkor garantálni tudjuk azt, hogy vírusmentes is marad. Ha kiültetjük, a növényt azonnal elkezdik megpróbálni, megfertőzni, elkezdik támadni a különböző kórokozók, vírusok, tehát előbb-utóbb egy kiültetett növény különböző vírusfertőzéseket kaphat. Ez a kockázat nincs meg a mikroszaporított növények esetében, ott a mikroszaporításban tartott növény az vírusmentes marad, és vírusmentes új növényeket tudunk belőle garantáltan előállítani. Hogy melyik mindennapi növényünket klónozzuk a legtöbbször, ha nem a természetes klónkeletkezéssel egyébként maguk is ivartalanul szaporodó növényekre gondolunk, akkor én csak tippelném, de azt tippelném, hogy mondjuk a szőlő, mint nagyon nagy területen és az egész világon, a trópusoktól a nem túl hideg mérsékelt övig az egész világon mindenhol termesztett növényféleség a szőlő, és ugye a szőlőt hagyományosan vagy dugványok készítésével, vagy oltással szaporítjuk és terjesztjük el, és mindennek már sok száz éves, sőt inkább néhány ezer éves hagyománya van, hogy a szőlőt ivartalanul klónozással szaporítjuk. Nem vagyok benne biztos, de ez lenne a tippem. Hogyha bárkinek van jobb tippje, netán irodalma, forrása arra, hogy melyik a legtöbbet klónozással szaporított növényünk, örömmel várom a pontos válaszforrás megjelölésével a komment szekcióba, és egyúttal javaslom mindenkinek, hogyha bármi nem volt világos az előadásomból, vagy válaszaimból, vagy bármi újabb kérdése merül föl a megválaszolt 10 kérdés kapcsán, azt tegye meg a komment szekcióba, igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni rá.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet.